get low when the whistle go. Mi a Car Styling Dolls csapata vagyunk, minden évben mi csináljuk a tuning show-t, az autó és motor tuning show-t. Tulajdonképpen 5 fővel szoktunk dolgozni, légtornász és rúdeszközön mozgunk. Ettől különleges a show, illetve még egyéb akrobatikus és tüzes elemekkel van megtűzdelve. Mindannyian ezzel foglalkozunk, ez a szakmánk is, tehát nem csak egy ilyen show erejére álltunk össze. Majdnem mindenki világbajnok, vagy Európa-bajnok valakiben, akár mondjuk Ginát, aki fitness modell, akár mondjuk Ilkát, aki rúdtáncol, Renit, aki folyamatosan fellép, Suzit, aki szintén oktat, és ő is ugyanúgy fitness modellkedett, szóval azért a csapat egy elég komoly technikai háttérrel és sporteredményekkel rendelkezik, tehát hogy egy ilyen alapvetően jól képzett, de sokrétű csapat. Ami különleges volt ebben a 10. jubileumi előadásban, az az, hogy picit kevesebb volt a táncos koreográfia a talajon, és igazándiból tényleg arra gyúrtunk, hogy főleg a levegőben ezzel a légtornával próbáltunk egy picikét most magasabbra tenni a lécet, hát reméljük, hogy sikerült, és hogy jövőre újra találkozunk, és egy még szuperebb showt tudunk majd összehozni így mi együtt. Ami hihetetlen nagyot fejlődött az elmúlt évek alatt. Ma már egy teljesen más márkával, teljesen más kinézettel találkozhatnak az ügyfeleink, mint tették azt akár 10 évvel ezelőtt. Nem csak kívülről újult meg, a külsőleg újult meg a márka, hanem belsőleg is egy teljesen mást igyekszik sugallani. Harmadszorra vagyunk itt a kiállításon. Egyre inkább fontos nekünk is a jelenlét, ahhoz, hogy közel kerüljünk a vásárlókhoz, közel kerüljünk az érdeklődőkhöz, egyre inkább fontosabb volt az, hogy minden fórumot megragadni, és egy ilyen nagyszerű kiállítás, ahol autók, motorok, tuning eszközök ott vannak, azt gondoltunk, hogy nekünk is itt a helyünk, hiszen van egy folyamatosan megújuló márkánk, akkor ezt közvetíteni kell a látogató közönség számára. A márka is belevetette magát az elektromos autózás világába. Egy elektromos szóllal készültünk, ami tisztán elektromos hajtású. Kihoztuk az új zászlós hajónkat, a Sorrentót,
és hát egy olyan modellt, ami ha már tuning show, talán a legjobban tuningolható és a legjobban sugározza ezt a sportosságot, a Seednek a sport, a GT változatát. Ma már tényleg nem csak azok az emberek jönnek ki, úgy tűnik, akik kifejezetten a tuning autók, vagy akár kifejezetten a motorok iránt érdeklődnek, hanem azok is, akikben eleve, ha már ott van az autózás gondolata, akkor igenis megnézik az új autókat. Nem hiába a többi konkurens márka jelenléte is.